Alig egy éve tesztelték az első kötélpályás átcsúszót, amely a Magashegy és a Szárhegy között repíti át a bátor kalandparkozókat, és hamarosan akár párosban is csúszhatunk. Az alapozó munkálatokon már túl vannak mindkét hegyen, és megérkeztek a tartószerkezetek is, hamarosan újra helikopter szállítja föl az elemeket. Megérkezik a helikopter, a szokásos nagy kékszínű Mi-8-as, és a szerdai nap lesz az, amikor a pódiumokat, a mögöttünk látható fékkart fel fogja szállítani a helikopter a végleges helyszínre, Szárhegyre, illetve Magashegyre, és a rákövetkező néhány napban kezdik el megfeszíteni a kötelet, beüzemelni ezt a pályát, majd a TÜV fogja ezt ugyanúgy leminősíteni, és amikor a TÜV minősítésünk megvan, az azt jelenti, hogy onnantól adhatjuk át a nagy közönségnek a második átcsúszópályát. A pályabővítés mellett tavaly döntött az önkormányzat, miután a kalandparkban a leggyakrabban használt élményelem ez lett. Ezért fejlesztési hitelt vettek föl, amelyet két beruházásra költ a város. 250 millió forint visszatérítendő támogatást vett fel az önkormányzat, meglehetősen kedvező feltételekkel, amiből két projektet valósítunk meg, ezt a második átcsúszópályát, és a hegylábánál a műjég pálya kap egy végleges csarnokfedést, a kettőnek az összege adja ezt a 250 millió forintos költségvetést. Hamarosan tehát újra helikopter köröz a két hegy fölött, hogy helyükre szállítsa a Sólyom 2 tartó elemeit.